Várhatóan duplán jár a nő az Unióban az Erasmus programra fordítható összeg. Jól mutatja ez, hogy Európa milyen jelentőséget tulajdonít az oktatásnak és az ifjúságnak, mondta Navracsics Tibor Brüsszelben. A megduplázott összeggel a mi terveink szerint háromszor annyi fiatal utazhat majd külföldre egyetemi tanulmányokat folytatni, mint eddig tehették. És ráadásul olyan fiatalokhoz is elérhetünk az Erasmus programmal, akik, és ez Közép-Európában, illetve Dél-Kelet-Európában különösen fontos, eddig anyagi okokban nem engedhették meg maguknak, hogy az Erasmus programban részt vegyenek és külföldre utazzanak, vagyis tudjuk növelni az egyfőre első támogatást, és ez a családok számára is egy óriási segítség lehet, hiszen eddig azért Erasmusban részt venni Magyarországon az nem egy egyéni, hanem inkább egy családi erőfeszítés volt. A Szekszárdi Gadei Gimnázium évek óta vezeti a különböző Erasmus programokat. Idén olasz, spanyol és lengyel diákok vendégeskednek az iskolában, és a következő tanévben a gadaisok látogatnak külföldre a közös projekt keretében. Hermann Józsefné igazgatónő azt mondja, nem pénzügyi kérdés a gyerekek számára a részvétel. Mi ezt eddig nem tapasztaltuk. Ugye a diákok, amikor ők külföldre mennek, akkor ott ösztöndíjat kapnak. Ez az ösztöndíj az ott tartózkodásukat fedezi, az utazási költségeket. Amikor pedig ide jönnek a diákok, az Erasmus programban résztvevő külföldi diákok, akkor pedig a mi diákjainknál vannak elszállásolva. Eddig nagyon nagy örömmel fogadták őket a diákok. A gimnázium igazgatója azt mondja, amennyiben tényleg bővül a pénzügyi keret, azt fogja eredményezni, hogy többen vehetnek majd részt a programokban, és ezzel nagyobb lehetőséghez jutnak idegen kultúrák megismerésében és a nyelvtudásuk elmélyítésében.